Múlt pénteki délután biztosan emlékezetes marad a vasváris diákok számára, ugyanis nagyszabású farsangi rendezvényt szerveztek az iskolában. A programot az alsósok farsangi rendezvénye nyitotta, amelyet a felsősök mulatsága követett. Az intézményben azért is volt különleges ez a nap, mert a koronavírus járvány óta ez volt az első igazi farsangi program, amelyen az iskola kollektívája is részt vett. A Covid óta most sikerült először ezt a farsangot megrendezni. Én azt gondolom, hogy a bezártság után a gyerekek is, a kollégák is, mindenki nagyon örült annak, hogy sikerült ismét megszervezni iskolánkban ezt a rendhagyó ünnepét, és most ami rendhagyó volt ebben az iskolai rendezvényben, hogy kitaláltam azt, a középiskolában is tanítottam, kitaláltam azt, hogy szalagolat nyitótánc keretében a vészdős diákok még ünnepélyesebbé tehessék a farsangnak a megnyitóját. A diák önkormányzat segítő tanáraként és az iskolai képviselővel, Mihók Mandulával együttesen és a lelkes diákok és kollégáknak a bevonásával sikerült ezt a rendezvényt mai napra összehoznunk. Az idő az, azt gondolom, hogy rendelkezésre állt, a lelkesedés is mindenki számára adott volt, és remélem, hogy a további hangulat is szuper lesz. A farsangi mulatságot a végzősök keringője is színesítette. Ez a programrész is az újdonságok sorát erősítette. Ezzel együtt pedig Bál királyt és Bál királynőt is választottak az iskolában. A keringő azt gondolom, hogy egy olyan tánc, ami egy nagyon elit eseményhez is, a bálokhoz köthető, és kitaláltam, hogy ebben az iskolában legyen valami újítás. Próbáltam emlékezetesebbé és ünnepélyesebbé tenni ezt a rendezvényt. Ebben nagy segítségemre volt Erdélyné Braun Gabriella, a testnevelőtanár, aki betanította a végzős osztályok jelentkező tanulóit, és aki közül Bál királyt és Bál királynőt is választottunk. A programsor úgy állt össze, hogy ezt a pedagógusok és a diák önkormányzat révén a gyerekek is alakították, formálták. Ebben oroszlán részt vállalt Mihók Mandula, aki egyebek mellett a jelmezverseny zsűri tagjaként is tevékenykedett. Ugye úgy történt, hogy amikor megbeszélések voltak, akkor minden osztályból jöttek ketten a képviselők, és a díszítésnek pedig az jött, aki leginkább ráért, vagy szeretett volna jönni és segíteni. A jelmezversenyt pedig nagyon komolyan vették a diákok. Az egyik legelhivatottabb versenyző Bolya Marcel Dénes volt, aki Démonnak öltözött. Öltözékét fekete kontaktlencse és házilag készített művér tette igazán különlegessé. Én egy ilyen Démonnak, fekete szemű Démon. Hát igazából azért gondoltam ezt, hogy ilyenek öltözök, mert mivel ezt régóta meg akartam valósítani, hogy ilyenek öltözök, csak anyák nem engedték. És ezért, mivel most megadatott ez a pillanat, úgy gondoltam, hogy kihasználom, és ez egy ilyen egetrengető, öltöztető, verő, ilyen Démonnak öltöztem. A művér honnan? A művért azt én csináltam. Kell hozzá cukor, az forralt vízzel fel kell önteni, és ételszínezők. A Vasváriban is érződött, hogy a vírus helyzet miatt elmaradtak a farsangi rendezvények. Nagyon jó hangulatú eseményen vettek részt a diákok, amely mindenki számára remek közösségi élményt nyújtott.